Egyébként magát ezt a 60 napos szabályt alapvetően a GEDEXTRA egy kicsikét fölül írja, vagy inkább átrajzolja, mert hogy a GEDEXTRA-t is kiterjesztették. Alapvetően azt szokták tőlem kérdezni az ügyfelek, és szerintem önöktől is, hogy jogosult vagyok egy GEDEXTRA-ra. Hát meg tudnám mondani, hogy jogosult-e a GEDEXTRA-ra, hogyha elmondaná, hogy a GEDEXTRA közül melyikre gondolt. Mert ugye ne felejtsük el, a GEDEXTRA-nak 5 rendelkezése volt úgy 2014. januárban, ezek közül volt az egyik a diplomás GED. Igaz? Ugye azóta van diplomás GED, majd beszélünk arról is, meg egy kicsit a jogosultsági szabályéről. Aztán a GEDEXTRA-nak a rendelkezései között van az, hogy az ikrek után egy évvel meghosszabbodik a gyermekgondozási díj folyósításának az összege. A GEDEXTRA-ba van benne az is, hogyha egyidejűleg több gyermekem van, akkor minden gyerek után megkaphatom az ellátást, igaz? Igaz, hogy csak egy valaki, de megkaphatom. A GEDEXTRA-ba van az is benne, hogy a GED mellett a gyerek egy éves korát követően lehet kereső tevékenységet folytatni. És egyébként még a foglalkoztatónak a szocó volt kiterjesztve, 45 hónap helyett 60 hónap és 3 év helyett 5 évre emelték ezt az időszakot, amit a szocóként a munkáltató igénybe tudott venni GED-ben részesülő kismama után, vagy illetőleg ellátásban részesülők után. Na most az 5 közül, kedves ügyfél, melyikre gondolt, hogy melyikre jogosult? Igaz? Hát, ha ikrei nincsenek, akkor biztos arra nem gondolt, hogyha nem diplomás, akkor valószínűleg arra se. Tehát ilyen kizárásos alapon a szocó őt nem érdekli, tehát kizárásos alapon általában ez a kettő szokta érdekelni a biztosítottakat, dolgozhat egy GED mellett, és hogy megkapja minden gyerek után a GED-et. Na most alapvetően eddig is lehetett dolgozni a GED mellett, most viszont január 1-től kiterjesztették. Tehát tulajdonképpen azt mondja a jogszabályunk, hogy a teljes GED folyósítási időtartam alatt lehet kereső tevékenységet folytatni. Na most azért egy kicsikét itt meg kell állnunk, mert alapvetően arról szól a történet, hogy konkrétan az médiában megint azt halljuk, hogy a gyerek fél éves korától lehet kereső tevékenységet folytatni. Igaz? Ezt szoktuk hallani? Hát, ez így félig igaz. De ha a GED-ről beszélünk, akkor meg egyáltalán nem igaz. Mert hogy miért is? Hogy vehetjük igénybe a CSED-et? Hát ugye azt mondja mi jó kis jogszabályunk, hogy a szülés várható időpontja előtt 28 nappal legkorábban igénybe lehet venni a CSED-et. És a 28 napon belül bármelyik naptól igényelhetem. Na most, hogyha a szülés várható időpontja előtt veszi igénybe a CSED-et az anyuka, akkor is 168 napig adom, tehát nem tovább. Innentől kezdve, ha egy hónappal előtte vette igénybe, és egyébként a 168 nap se fél év, akkor nagyjából ez a gyerek után az anyuka 4,5 hónapos korába már GED-et igényelhet, mert lejárt a 168 napnyi CSED időtartam. Vagyis ez a gyermek 4,5 hónapos korában az ő anyukája már GED-re lesz jogosult. Azaz, ha GED-re jogosult, akkor innentől folytathat kereső tevékenységet, igaz? Hát 4,5 hónaposan nem fél éves a gyerek. Igaz? Ez az egyik. A másik, hogyha meg a szülés napjától vesszük igénybe az ellátást, mert ugye legkésőbb a szülés napjától kell a 168 napot számolni, akkor is 168, az nem 181-2, ugye már az a fél éves kor, hanem kevesebb, tehát alapvetően olyan 5,5 hónapos korától már majdnem mindenkinek, a gyerek 5,5 hónapos korától majdnem mindenkinek GED-et állapítunk meg és folyósítunk. Tehát innentől kezdve az, hogy a gyerek fél éves korától lehet dolgozni, így alapvetően nem igaz. Az tény, hogyha GES-ről beszélünk, ez ugye az alanyi jogú ellátás, és ez most a gyermekgondozást segítő támogatás,
vagy gyermek nevelés segítő támogatásnak nevezzük, tehát nem segély lett az új neve, sose tudom megjegyezni, hogy mi. Egy biztos, a rövidítése marad GYES. És ez az alanyi jogú ellátás, tudják, ami a jogszabály szerint nem kell hozzá semmi más. Egy gyerek belföldileg, vagy magyar állampolgárság, aztán innentől kezdve mehet a 28.500 forint, ez 10%-os nyugdíjjárulék. Ott valóban a CSET-ben, ez a családok támogatásáról szóló 1998. évi 84-es törvény, ott valóban kimondja a CSET így, hogy a GYES folyósítása mellett a gyermek fél éves korától lehet dolgozni. Tehát ez 16. január 1-től így kimondja a CSET, benne van a jogszabályban. Ehhez képest a miénk ez nem fogja kimondani. És mint mondtam, nem is fél éveskor, és ha mennek önökhöz az ügyfelek, mert nekünk ilyeneket is szoktak kérdezni, hogy ugyan mondjuk már meg, hogy hol van benne a jogszabályban, hogy ő dolgozhat gyed mellett. Na, hol tudnák ezt megmutatni a jogszabályban nekik? Érdekes, mert egy üres szakaszt helyet tudunk mutatni. Igaz? Mert hogy hol volt az, ami azt mondta, hogy nem dolgozhatsz? Tulajdonképpen megállapítottuk a jogosultságot, és azzal, hogy nem folyósítottunk gyedet, hogyha egy éves kor előtt kereső tevékenységet végzett a biztosított, az egy folyósítási korlát volt, és a nem jár szabályok között volt benne. Így kezdődött a 42 nagy C egybekezdés A pontja, hogy nem jár gyed annak, aki a gyermek egy éves kora előtt kereső tevékenységet végez, kivéve, hogyha nevelőszülői díjazásban részesül. De ez is gyönyörűen le volt írva. Na most ezt a 42 C szakaszból az 1A bekezdést törölték, ezzel elhárult az akadály afelől, vagy attól, hogy a gyed mellett korlát legyen, hogy mikortól lehet dolgozni. Vagyis most már nincs egyáltalán korlátozva a gyed melletti munkavégzés. Tehát az első naptól, ahogy megbeszéltük az előbb, lehet kereső tevékenységet folytatni. Tehát úgy nem fogják megtalálni a jogszabályba, mint a CSET-be, hogy kimondja a jogszabály expressis verbis nyugodtan, akkor itt van benne, olvasd. Nem. Tehát ha szeretnék látni az ügyfelek, úgy tudják megmondani, hogy itt volt benne a 42C1A-ba, és előszedik a tavalyit, ott van, hogy mikor nem lehet dolgozni, és most meg tudják mutatni, hogy ez hatálytalan, innentől kezdve nincs ez, tehát lehet dolgozni. Nem egyszerű megértetni az ügyfelekkel, de nekünk volt olyan, akinek leírtuk, hogy a 42C1A bekezdésében már nincs benne, hogy lehet dolgozni, és akkor elküldtük neki, hogy hatálytalan. És visszaírt, hogy de ebben semmi nincs. Hát azt értjük, hogy semmi nincs, de pont azért, mert nincs benne semmi, azért tudsz te dolgozni igazából a gyed mellett. Jó, tehát, hogy erre majd figyelni kell. Ami érdekesség még, hogy a diplomás gyedtek, és csak, ez csak annyi egyébként, hogy így törölték ezt az egy szakaszt. De ez ezt jelenti egyébként a gyakorlatban. Amit viszont még meg kell, hogy beszéljünk, hogy a diplomás gyedeseknél, ugye ők azok, akik a gyerek egyéves kor, bocsánat, a születésétől a gyerek egyéves koráig jogosultak voltak diplomás gyedre. Addig még a gyerek egyéves korát követően lehetett csak kereső tevékenységet végezni, fel sem merült az az igény, hogy diplomás gyed mellett hogyan lehet kereső tevékenységet végezni. Na, de most már ugye az egész gyed ideje alatt lehet kereső tevékenységet folytatni, hát rögtön felmerül az igény, hogy akkor a diplomás gyed ideje alatt is. Igen ám, de az a gyereknek a születésétől jár, tehát akkor a születésének az időpontjától. Nem. Tehát a jogalkotó azt mondta, hogy azért egy kicsit hozzuk paralel a két ellátást. Ugye normál szabályok szerint az első 168 napra CSED jár, és a CSED mellett nem lehet továbbra sem kereső tevékenységet folytatni. Akkor a diplomás gyedeseknél is 168 napig nem lehet kereső tevékenységet folytatni, majd amikor a 169. nap a születésétől elkövetkezik, akkor a 169. naptól a diplomás gyedesek is folytathatnak kereső tevékenységet. Ez viszont így benne is van a 42E szakasznak a 4A bekezdésében. Én azért még itt egy kicsikét megállnék, alapvetően azért, mert nagyon érdekes lesz most már a történet.
Nem nagyon szoktam úgy statisztikával zsibbasztani senkit, csak azért kíváncsiság miatt így megnéztük, hogy az összes igénybe jobbulást, az összes igénybe vevőnek a számából hogyan aránylik a férfiak-nők aránya a gyedben. Alapvetően nagyon kevés férfi veszi igénybe a gyedet. 2014-ig olyan 0,8, tehát az összes igénybevevőnek 0,8%-a volt az, aki férfiként igénybe vette. Aztán 2014-ben már egy kicsikét emelkedett, olyan 1,6 körül, és kíváncsi leszek a 15-ös tényadatokra, mert most még egyelőre csak becsléseink vannak, hiszen még nem érkezett be az összes statisztikai adat, amiből tudnánk számolni teljes 2015-re, de ahogy így becsültük, meg látjuk a negyedéves jelentéseket, olyan 2,2%, tehát egyfajta lassú, de növekedés látható. Na most alapvetően miért is váltanak a szülők a gyed tekintetében? Egyszerű, pusztán anyagi okai vannak, főleg ott, ahol apuka magasabb jövedelemmel rendelkezik, mint anyuka. És ugye ezt megtették most a gyerek 1 éves kora után. Akkor is probléma volt, de most meg még inkább fog generálódni az a probléma, hogy alapvetően, amikor lejár a csecsemőgondozási díjra való jogosultság, dönthet úgy a család, hogy apuka szeretné a gyedet igénybe venni, és ő dolgozik is mellette, tehát semmi nem változik az ő életébe, max még egy ellátást kap a fizetése mellé. Igen ám, de akkor anyuka nem lesz jogosult gyedre, mert egy gyerek után ugye egy ellátás jár, és ne felejtsük el, hogy lehet, hogy van egy nagyobb gyerek, aki után meg gyest kapnak, és azt is anyuka kapta, azt apuka fogja tovább kapni, mert egyidejűleg egy ember vehet igénybe az összes gyerek után ellátást. Na most tételezzük fel, hogy apa lesz az, aki a 169. naptól, mikortól gyedet folyósítunk, megigényli az ellátást. Hát azt azért úgy tudjuk, nincs is férfi a társaságban, ugye, hogy 4,5 hónaposan nem nagyon veszik be a gyereket a bölcsödébe. Meg úgy nem is nagyon szoktuk beadni, igaz? Na most ehhez képest mit fog csinálni anyuka? Otthon fog maradni fizetés nélküli szabadságon, megteheti. Meg, hiszen a munkáltatónak a munkatörvénykönyve szerint kötelessége kiadni a fiz nélküli szabadságot 3 évesnél fiatalabb gyerek gondozása címén. Csak ő nem fog rá gyedet kapni. Ha viszont nem kap rá gyedet, akkor mi lesz a biztosítással? Szünetel a biztosítás. Na de, innentől kezdve azt mondja a család, hogy semmi probléma, szünetel a biztosítás, igen, tudjuk, hogy kell fizetni erre az időszakra egészségügyi szolgáltatási járulékot, becsattogunk a NAV-hoz, befizetjük, 7050 forintra változott 2016-ba, napi 235 forint, úgyhogy innentől kezdve semmi probléma nincs. Mert hogy zöld lámpás leszek az orvosnál. Hát itt egy kicsikét azért összeszokott mosódni a szülők fejébe a dolog, attól, hogy te zöld lámpás vagy nem vagy biztosított, csak és kizárólag egészségügyi szolgáltatásra vagy jogosult. Tehát a természetben nyújtott ellátásokat kapod meg. Na most, innentől kezdve a szünetel a biztosítás milyen hátrány érheti anyukát? És akkor egy kicsikét próbáljunk hosszabb távba gondolkodni. Hát először is, hogyha mégiscsak úgy dönt, hogy 1 éves korában visszamegy dolgozni, és nem részesül gyedben, ott fél évig szünetelt a biztosítása, hát amikor visszamegy dolgozni, és akkor adják be bölcsibe a gyereket, hát az a tipikusan 2 hét bölcsöde, 2 hét otthon, ugye? Még mire megszokja a gyermek a történetet, hát bizony az már tuti, hogy ekkor 50% lesz a táppénz mértéke, mert a 2 év folyamatos bisztidő az megszakadt. És ugye, még az sem mindegy, hogy majd hány napra lesz jogosult, mennyi a biztosításban töltött napjainak a száma, ugye? És ugye ne felejtsük el, a 3 évesnél fiatalabb gyerek esetében 84 naptári napra jár a gyáp. Tehát ez azért elég hosszú idő. Na most, ha dolgozok 1 hetet, és ugye megszakadt a biztosításom folyamatossága, akkor annyi ideig lehetek ellátásra jogosult, amennyi a folyamatos bisztidő. Tehát ha 1 hetem van, akkor 1 hét, igaz? És ugye ott rögtön táppénz van, gyermekápolás tekintetében ott nincs betegszabadság. Tehát ezzel azért úgy figyelni kell. Ez az egyik. A másik, hogyha anyuka biztosan megy dolgozni, és mondjuk úgy nagyjából úgy
a gyereknek a másfél-két éves kora körül eszébe jut a családnak, hogy hát kéne még egy gyerek, igaz? Mert hogy ez volt az első. Hát akkor gázban, mert lehet, hogy se gyedre nem lesz jogosult az újabb gyerek után, hiszen a szülést megelőző 2 éven belül nem tudta összeszedni a biztosításban töltött időt, tehát nem lesz neki. Igaz? Hisz nem folyósítottunk gyedet neki, nem volt ott biztosított, szünetelt a biztosítása. Tehát el kell ezen gondolkodni elég alaposan, hogy ugyanakkor megéri-e ez a történet. Aztán a következő, hogy ha mondjuk valami oknál fogva, esetlegesen mégiscsak jogosult lenne a következő gyerek után csedre, mondjuk a második vagy többedik gyerek után csedre, akkor azt a kedvezmény szabályt, amit majd mesélek önöknek tavaly júliustól hatályos, az biztos nem fogom tudni alkalmazni, mert ott ilyeneket szól a szabály, hogy hát, hogyha gyed meg gyes folyósításának az ideje alatt születik meg a következő gyermek, akkor alkalmazhatom ezt a kedvezmény szabályt, hogyha ennek anyukának nem folyósítottak se gyedet, se gyest, akkor annak a folyósítása alatt nem születhet meg a következő gyerek, tehát kedvezmény szabály is ugrott. És akkor még arra nem is beszéltem alapvetően, hogy én elhiszem, hogy így olyan 28-30-35 éves korában nem gondol az ember arra, hogy hát majd egyszer nyugdíjba is fog menni. És hogy jó lenne, ha szolgálati ideje, vagy legalábbis jogosulti ideje lenne. És bizony én most látom a saját kollégáimon, többen mennek ebbe a nők 40-ben nyugdíjba, és az egyik kolléganőm az már tavaly bejelentette nekem, hogy akkor ő tavaly márciustól megy. És hát így eljött így február vége, megkérdeztem a kolléganőt, hogy és akkor mikortól szándékozol nyugdíjba menni, hát nekem azért azt úgy pótolni kell. És akkor mondta, hogy hát vissza a babaruha, mert hogy nem jól számolt egy olyan időszakot, amit ő úgy gondolta, hogy bele számít, az nem számított bele, úgyhogy ő még egy évet ráhúzna. Hát úgy láttam, nekem nagyon jó volt, mert egyébként meg vagyok elégedve a kolléganővel, meg hála jó Istennek, tehát én nekem nagyon jó volt. Én örültem így eddigért, aztán az övé nem. Tehát konkrétan ő, neki azért az rosszul esett, hogy számított arra, hogy megy, és na plusz még egy év. És hát ezek ilyen fél év, egy év, másfél év is lehet. Tehát én elhiszem, hogy most ez nem érdekli a szülőket, de ezzel minden számolni kell. És az a baj, hogy erről ők nem is tudnak. Tehát maguk a biztosítottak, végig se gondolják, kicsikét hosszabb távon, nem kell ilyen 20-30 évre, csak egy 2 évre előre gondolkodva. Tehát, hogy végig se gondolják, és ha végig gondolják, akkor se tudják, hogy ez milyen következménnyel járhat egy következő ellátásnál. Éppen ezért gondoltuk mi azt, hogy tehát muszáj egyébként is csinálnunk egy gyedről lemondó nyilatkozatot, és abba a lemondó nyilatkozatba itt szépen felsoroljuk, hogy tudomásul veszem, hogy amennyiben gyed folyósítás nincs, akkor szünetel a biztosítás, ez azt jelenti, hogy, és amiket én most itt elmondtam önöknek, így összefoglalva igazából ezen a forma nyomtatványon rajta fog lenni. Tehát, hogy azért legyen már tisztába vele, lehet, hogy nem fogja megérteni pontosan, hogy ez mit jelent, de legalább kérdezni fog, hogy mit kell nekem alapvetően tudomásul venni, tehát, hogy mit jelent ez hosszabb távon. És én szoktam kérni a kollégáimtól is, meg az összes kifizetőhelyi kollégától, hogy amikor ilyennel találkoznak, azért tájékoztassák már az ügyfelet, hogy legyen már teljesen tisztába azzal, hogy attól, hogy most átveszi apuka a gyedet, és pillanatnyilag egy kicsit jobb, az hosszú távon esetlegesen milyen következményekkel járna. Mert egy biztos, ha emiatt fogják, tehát emiatt nem lesz jogosult majd esetlegesen gyedre vagy csedre, nem fognak méltányosságot gyakorolni, mert ő neki lehetősége lett volna igénybe venni ezt az ellátást. Jó? Tehát ezt mindenképpen el szerettem volna önöknek mondani, mert én azt gondolom, hogy ezeket mindet tudni kell ahhoz, hogy felelősség teljesen tudjon dönteni alapvetően a család.